Szép jó estét kívánunk! Elérkeztünk az LCS első napjának utolsó mérkőzéséhez, ahol nem más, mint a Fnatic és a Rocket fog összecsapni, mellettem pedig elemzőtársam meditatív darcig lesz. Muszáj meditálnom, mert hogyha az H2K ilyen simán elverheti a G2-t, akkor fohászkodnom kell a válaszért, hogy a Fnatic Rocketen vajon ki fog nyerni. Mert ugye nap elején azt mondtam volna, hogy Fnatic. Most azt mondom, hogy nem mondom ám el, hogy mit mondok. Az biztos, hogy egy érdekes összecsapásunk lesz, hogyha az előzőből indulunk ki. Te hitted volna egyébként, hogy az H2K ilyen simán elveri a G2-t? Mert hogy nem nagyon inoktak meg. Nem tudok, tehát így, nem. Gyerekek, az európai LCS jelen pillanatban olyan ponton van, hogy kiszámíthatatlan. Tehát rossz, mint a Janna időjárás jelentés. Nem lehet megmondani, hogy ki nyer, ki nem nyer. Nem lehet megmondani azt, hogy biztosan ki lesz az első, ki lesz a lejátszásba jutó, ki lesz az utolsó. Semmi nem biztos jelen pillanatban. És a Rocketnek van egy plusz buffja, ugye nagy csapatok ellen, hogy mondták is, remekül kooperál. Hát az H2K után a feletiknek fel kell kötni a gatyót. Ebben egyetértünk. Egyébként is nekik voltak a rosszabb pillanataik a múlt héten. Azt hiszem az volt az a hét, amikor a Misfits ellen kikaptak, ugye? Sok rossz pillanata volt a múlt héten, igen. Szóval a Fnatic annak ellenére, hogy első helyezett csapat, azért tudnak ők is veszíteni. Remélhetőleg a mai nap folyamán egy kicsikét letisztultabb lesz a tiltás választási fázisuk. A mérkőzésen már azt hiszem bármilyen kompot hoznak is, azért kevésbé lehet felfedezni problémákat a játékokkal. Nem annyira szembe ötlőek a hibáik, mint akkor esetleg, amikor valami érthetetlen választással élnek. Fnaticnek nagyon erős, úgy gondolom, a csapatuk, mint fejben, mint játéktudásban, mint sok minden téren, Rocket pedig hát igazán most játszik ebben a szezonban először így ez a csapat együtt. Ehhez képest jól állják a sarat középmezőnyben, vannak erős középmezőnyben, és hát Fnaticnek azért kellene a pont, mert nagyon lőholnak mögöttük, míg a Rocketnek azért kell a pont, hogy bejussanak a rájátszásba. Úgyhogy vérre fog menni ez a küzdelem is, és hát nem igazán látnék szívesen a Fnatic helyében egy villanásos, Skarner karóba húzásos, szétszedjük a középső ösvényes dolgot, amit az H2K-ben mutatott az előbb. Hát kéne gondolni, hogy ki mivel játszik. Reckless és Hillisang alsó páros, úgy gondolom, hogy dominálni fogja a mérkőzést. Ezt így fixen mondod? Azt mondom, hogy most nagyon oda fogják pakolni magukat. Van egy ilyen, hát női megérzésem. Oké. Mivel kék oldalon van egyébként a Fnatic, én nem feltétlen azt mondanám, hogy ők kapják meg ezt a domináns szerepet. Aztán ki tudja, hogy ez a valóságban hogy fog zajlani. Eléggé kaotikusak a mérkőzéseink, és eléggé furcsa dolgok is történnek. Például az első választás ezrére az egész napot rá lehetne húzni. Én azt még mindig nem tudom hová tenni, a számomra még mindig eléggé kiégetős volt. Na, de nézzük is, hogy mit választanak most. Az utolsó két csapat, Fnatic és a Rocket, az egyik 10-4-ben, még a másik 6-8-ban van. A tiltások pedig Camille, Sion, a másik oldalra pedig Ryze érkezett. Caps ellen úgymond ki kell venni a bele jó működő hősöket, pedig az endben a Caps-nél szinte minden jól működik. És láthatunk visszajátszásokat, hogy a Giants-et agyabudjálja el Rocket múlt héten. Mementónak nagyon-nagyon belevalók az X-e volt. Igen. Fnatic nem kap Tristanet, egyébként a Reckless volt az, aki kiemelt, hogy csak akkor bukják el az alsó ösvényt, ha Tristanet odaadják a másik csapatnak ingyen. Ez most egyébként se történt volna meg. Ó, Olaf az utolsó tiltás. Ezt is megértük, hogy az LCS Berkén belül tiltó listára kerül Olaf. Mi jöhet még innen, kérem szépen emberek? Hová fajul ez a világ, hogy Skarner is tiltó listára kerül? Reckless nem annyira kétlén játékos amúgy, tehát náluk első választásként én ezt nem merném megsatszolni. Ő inkább szereti az ilyen carry-képes lövészeket, akikkel kell, hogy aktívan belemásszon az ellenfél arcába. Xayah-ra gondolok itt egyébként leginkább. De a Xayah-Rakan kombót alapvetően nem tudják elhozni. Lehet, hogy itt másik elképzelés lesz. Esetleg egy Zeggalio. Esetleg egy Camillio. Camillio nem. Ja, bocsánat, azt még ők tiltották ki. Akkor igen, a Zeggalio lehet. Amit én ide még biztosan beneveznék. Ha most a Xayah-Rakant elhozza a Rocket, akkor Broxának ezzel oda is adják az egyik olyan dzsungelest, aki még azért átment a tiltási
fázisunkon. Vagy Volibio is lehet. Egyébként. Galiber? Galiber. Az milyen jó név? Maci a levegőben. Repülő macik. No, de Xaya, aki érkezik, hívjuk kezékezé, és benn van még Raken is. Innentől kezdve el kéne hozniuk utolsó választásként, mivel hogy Sejanit mellesztettek Mementónak. Viszont még van esély, így a Fnaticnek elhozni Xaya mellől a Raken. Sőt, bele kényszerítik a Raken elhozásba, mivel hogy se tiltani nem tudják, se elválasztani előlük. Viszont Raken ki az a lövész, akivel jól tud együttműködni Xayán kívül? Hát igazándiból Hillisland kezébe bárkivel. Ó, Kane! Nem. Pedig nagyon szerettem volna egy Kane-t is látni most elemben. Broxa Kha'Zix-ra érkezik. Úgy, ahogy jön Caps-nek esetlegesen a Korkia. Nem, nem. Mutogatja lövészeket. Bizonyán megvan minden a Teemo, persze. Hát figyelj, a közönséget felvillanyozta. És egyébként ez a... Dreamen Reckless? Nem. Ő azért öregebb kutyus ennél. Olyan jó, hogy kiemeltem, hogy nem fog caitlinezni. Annyira imádom. Ez annyira tipikus. Tipikus magyar lolti, és Cio ki fog nyerni a Unicorns of Love. Nem! No, viszont így van esélye elhozni Rakant a Rocketnek, de nem ragaszkodnak hozzá. Miért nem ragaszkodnak hozzá, kedves Darcy? Mi lehet? Mondjuk jó, a Korkit megértem egyébként, de nem, tehát így most innentől kezdve a Fnatic fel tudja rakni a tiltólistán Rakant. Xayának is kell Rakant, meg Rakantnak is kell Xayá, mert... Ez már egy másik történet. De egyébként most el tudom lőni, gyerekek, még sosem hallottátok, hogy rakancátlan a Xayá jelen pillanatban még. Nem ez volt a jó, hanem hozzá a mimika. Ott a Raken tiltás egyébként a Fnatic oldalától, a másik oldal pedig egy Tahmkench, aki kikerült a tiltó listára. Hát azért eléggé támogató, orientált tiltásaink várhatóak itt az utolsó fázisban. Tahmkench, Alistar, ami ugye Hillisongnak az ikonikus választása, illetve Braum az utolsó. Jézusom, kimaradt, csak törékenyebbek maradtak. Zoltánunk van még Janaink, Lulunk, Brandünk. Most az ON támogatót nem érzem rossznak, például a Fnatichoz. A hátsó sor azért jó hátulról próbál majd sebzést kiosztani, Korkinek ez veszélyes lehet, Xayára nézve is veszélyes lehet, bár neki amúgy inkább a közelharci lövész. Jó lesz az a Rocketnél is, egyébként Bait-nek tökéletes lett volna, hogy bepiklirek lesz, hogy jaj, nézd, ON felsősvény, aha nem támogató, ha. Itt még választhatom ugye Rocket. Igen. Nem tudom. Egyébként tényleg nem tudom, hogy Xayá mellé ki az, akit szívesen látnék. Nagyon összefort Rakennal. Nem véletlenül adták ki ugye közösen őket. Amúgy tudod miért nagyon jó kombo a Kha'Zix Galio? Mert ha őket egyesíted, majdhogy nem Galiót kapsz, Kalió-t kapsz. Kalió? Tehát náluk még a név is majdhogy nem egybe for. És láthatatlanul a hátsó sor közelébe mész. Átsprinteli az ösvényen is ott. És egyszer csak megjön a Galiót is, srácok, nem úgy volt, hogy ez csak csapattársra lehet nyomni? Nagy trollság lenne. Morgane viszont érkezhet úgy, ahogy... Norskaren, te mocsok szemét, úristen, játszadalozol itt az ember érzelmével. Ez egy Volibear lett volna, és nem lesz. Volibear support, mondom én, hogy nagyon pro dolog. Nem hiszik el, de be fog jönni az LCS berkeim belül, engem a Goldig repített már. Lehet, hogy Jannát inkább előbben nézni, és nem tudom, mi ez a new választás, de... De amúgy honnan? Diamondból? É, alap. Ahogy Edit is. A besorolók. Ja, istenkiam, kezdjük egy kicsit itt gonoszak lenni itt az utolsó meccsre. Úgyse hallja. Érdekes, hogy Twitch-en nem játszik Reckless a VB óta, miért? Micsoda? A VB óta nem játszik Twitch. Twitch-el Reckless. Mit fognak cserélni? Monitort fognak cserélni, úgyhogy delay-jel fogunk érkezni a játékba. De senki ne ijedjen meg. Igen, a felbontásos monitorra van baj, elszállt a légy.
és különben is FPS drop van, de csak a monitor miatt. Reklán Fodrásza pedig eltévedt útközben a stúdióba, és az az egy tincset nem tudta megigazítani, ami félrekószált neki. Na viszont arra akartam kitérni, hogy miért nem twitchezik, szerintem megutált egy életre az egészet ott a VB-n. Nem. Ő egyébként nem utálta meg. Ő is mondta utána, hogy mi ez? Morskan kép. Mi a baj vele? Semmi. Wingardium Leviosa, igen. Azt mondod, hogy ő a Harry Weasley? Igen. Ronald Potter? Adi Mágus. Jó, jó, jó. Végül is, végül is. Megkérjük a Simkezes a kollégát, hogy fejezze be a hülyeségeit is. Ja, amúgy annál rosszabb nincs, mint amikor mi halljuk, hogy a hülyeséget lökik a fülünkre, és mi röhögünk rajta, de ti nem halljátok. Úgyhogy csak két hülyét hallatok röhögni. Így magába persze. Hívják a mentőket, már is az közben kiderül, hogy másodról nem is mi. Köhög. És ezt a képet már nem fogom tudni kiverni a fejemből. Örökké megváltozott szegény Norskaren élet, amikor 10 évesen felvételt nyert az LCS boszorkány és varázslóképző szakiskolába. Na, tényleg, kis delay-jük van, de... Te tényleg kaptál egy mute-ot amúgy a röhögésre? Jó, jó, jó. Szimpatikus a kollega, aki figyel ránk és mindig segít. Liviusnak is ezért nem volt hangja az előző meccsen 5 percig. És egyébként, amint a monitorcsere megtörténik, jön majd az utolsó meccsünk a mai napra. Rocket Fanatic összecsapás, még egyszer a választásaink már megvoltak és... Hát őszintén megmondva... Én a Fanatic összeállítását érzem egy fokkal erősebbnek. Uh-huh. A Caitlyn magabiztos lövész. Kha'Zix-ot én még most is úgy gondolom, hogy az egyik legjobb dzsungeles solo queue-ban, aki egyébként teljesen jól tud működni adott körülmények mellett a kompetitív játékban is. Mi a tehát különbség? Például egy Galio mellett. Mi a különbség egy Kha'Zix és egy Rengar között? Azon kívül Rengar persze klasszisokkal jobb, mint egy Kha'Zix. Hát nyilván. Meg az egyik emlős, másik nem. De, mondd meg nekem, hogy oké, láthatatlanság mind a kettőnek van. Bokorból ugrás, tök jó, mindegyiknek van ugrása. Hatalmas sebzés mindegyiknek van. Mi a különbség? Miért nem hozzák Rengart? Pláne így, hogy megkapta a régi Q-ját. Azért, mert Rengarnak ez a kitje, ami most van, ez inkább teszi őt harcossá, mint ordiakossá. De harcos nem lehet, mert nincsen fix CC-je, csak egy ilyen nagyon-nagyon lassan összegyűlő és elakadó CC-vel rendelkezik. Tehát igazából egy olyan furcsa hibridnek mondanám jelenleg, ami mindenben egy kicsit jó. Értem. Ilyen volt régen egyébként Tarik is. Tehát Tarik most viszont az egyik legjobb támogató, vagyis hát az egyik legjobb, igen. Úgyhogy a lehetőség az valahol ott van Rengar mélyén, csak még el van ásva. Hát jó, eleve Morgana sötét lekötésével úgy gondolom, hogy bőven van idő meggyilkolni bárkit, akit el tud kapni. Egyébként még valamit hozzátennék az előző gondolatmenethez. Solo Q-ban miután megváltozott Rengar, mármint hogy visszaváltozott a régi énnyire, ő lett a leggyengébben teljesítő dzsungeles. 45% körül van a győzelmi rátája, ez messze a leggyengébb. Volibear jelenleg 58%-kal a legeslegjobb, mármint így bármilyen karakter közül. Nincs több kérdésem Volibearre kapcsolatban. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy Rengar miért nem jön, hanem hogy Volibear miért nem jön. Hát mert helyett egy Janet kellett hozni. De hát nem értenek ők ehhez. Szóval így írunk egy panaszlevelet Riot Gamesnek, hogy szóljanak a támogató játékosoknak, hogy valami nincs rendben fejben. Legalább Hilly Sanktól vártam volna valami hasonlót, ha már streamemet nézi. A Reckless viszont feladta a játékot már most. Nem baj, mert beültettek valakit a helyre és már mozog is nagyon. Ebből akár még érkezés is lehet. Te vagy az Arvil. Csak az, hogy hová. És hogy
kit lehetne ebből elkapni? Jó a visszatolás a Blanknek, így nem látja a maradék négy Fanatic játékos bebújni a bokorba. Ó, de csúnya, egy Morgana lekötés, tudod mennyit? Semennyit. Nos igen. Mit ér nekem? Hát láttunk ennél szebb rajtaütési kísérletet is. Ettől eltekintve a Fanatic megpróbálta, ez mindenképpen dicséretes. Pofátlan kezdést látunk amúgy Blanknél. Aratás. Én biztos, hogy jönnék Brock Sahiba a középső ösvényre, már akár egyes szinten is. Aratni? Csak azért, hogy így van, learathasd az aratást. Ez egy elég komolyan büntethető választás egyébként a viccet félretéve. Kevés életerő, 520 életereje van Blanknek. Az előbb Hikyut mutatták neki, 625 volt, tehát lövész és lövész közt is hatalmas a különbség. Jaj, de nagyra vagy, hát a Kha'Zix-nek is csak 570 van. Megnyugtatom. Milyen cuki pózban. Hát meg az a vörös. És komolyan mondom, hogy el kéne jutni egyszer abban a súlyban, mert ez a hangulat, ez olyan, mint az előbb itt volt. Igen, mi is így adnánk az életérzést. Tudj valahogy, a kollégák éppen minket hallgatnak, visítanánk, mint a újévi malac. Opp, ott a lekötés, amit Janelle tökéletesen talál. Kapja is a sebzést. Hashnek nem volt éppen fejlővés a Caitlynnek, ha jól lettem. Bár igazán, de igen, most lett neki. Bizony. Kicsit szerencsétlenül jött ki, de hát egyszer találtak, akkor talán még egyszer. Most viszont Xe'e kapja nagyon az ívet, és az égetés is rajta ki is kell villannia. Ez egy gyönyörű, szép, agresszív játék Reklex-től és Illisang-tól. Teljesen IQ-ékat visszarakták a kezdő területre. Annyira jó egyébként, hogy nincs felnyitott varázskönyve amúgy Noskerennek, de annyira tiszteli Morganát, hogy bevállalt, hogy egész mérkőzésre jön egy megtisztulással. És így megfordítja a dolgot, nem nála lesz a gyógyítás és lövészének adja a megtisztulást, nem. Neki kell a megtisztulás. Tudod, mit mondok? Braxton nem fogja Blanket büntetni, hanem IQ-ékat fogja keményen büntetni nem sokára, mert villanása nincs IQ-nak. És egy gyógyítás. Nagyon-nagyon könnyű célpont jelen pillanatban az a IQ. Ez igaz. Részegnek a Morgana-ja eddig úgy gondolom 3-ból 3 Q-val betalált. Mindenképpen hatásosnak nevezhetjük. Újabb hős, amivel Illisangot az egekbe magasztalhatjuk majd? Szerintem őt már magasztaltuk amúgy ezzel a hőssel. Tehát volt már neki... Ja, értem. Akkor én. Volt már neki jó mérkőzése. Amikor minden más támogatót elvettek tőle. A fekete pajzsra pedig a helyezkötéstől lehet óvni Reckless-t. Aki egyébként egyelőre dominál az ösvényen. 10 farmos különbség, amikor összesen kijött 25. Igen. Az úgy elég jó. Még százalékosra lebontva is. Ó, szegény Caps. So sad. 15. percben már 3-szor halt a Vitality-vel szemben, és hát ez volt az, amikor le volt baba ülve, ugyebár. Igen. Amíg a csúnyán babysittelték szegény baby fakert, mondjuk neki pont emiatt indokolt is. Hát egy babyt... na mindegy. Fan lemaradása is volt, és az arany lemaradás az, ami írtózatos. 15 percnél, ha két karakter között 1700 a különbség, hát még csapatok között is mindig kiemeljük, hogy ez már egész pofás előny, nem hogy játékosok között, vagy karakterek között. Így van, viszont Blank is kezdi ezt az előnyt kialakítani Caps-szel szemben. Hát hasonló inkább csak. Igen, jó. Ilyen fele akkora, de igen. Majd lesz az még Nietzsche, Memento pedig nem tudja bevinni a jelzőket, szóval ez neki kellett villanni ennek érdekében. Szép rajtaütést és idéző képesség elvesztés láthatunk jelen pillanatban. Így a felső ösvény sérülékeny, miközben IQ-nak a villanás a fél töltöttségi szinten van. Az életereje viszont visszajött, meg itt az összes itókáját, és ismételten betalál a Q. De nem használja a talajt, és elfolyamatosan Illisang. Mondjuk nulla sebzésért ne is használja, nem azért mondom, 70 manába kerül, úgyhogy az csak pocsékolás volna, de általában ugye ezt látjuk a Morganáktól. Talált a Q, mert a W. Na itt nem. Talált a Q, léphetünk vissza. Igen, mert alapvetően Reckless ki tudja osztani azt a sebzést, amit egyébként a talajnak köszönhetően ki tudnának osztani.
nem mindig, egyébként most kapott egy Teroni lövést is, mert túl mélyre ment, hogy büntesse Janelt. Úgyhogy ezért óvatosan kell ezzel bánni. Pláne, hogy nincs fekete pajzsa Morganenak, akkor könnyen balul sülhet el egy ilyen közeli érkezés. Rox 5-ös szintű, és nagyon-nagyon közkedvelt környéke az ellenfél. Alsősvényes jungle része, ahol éppen most összetalálkozik Mementóval. De hát ezt a rendezvút nem igazán szeretné Sejuani-val Broxa vállalni, úgyhogy inkább hátrébb lépne, mondom ezt én, de végig ott táncol. Hát nem jöhet be minden. A ráadás lemaradt, a 3 plusz 1. Nem annyi belefér. Persze, persze, hibázni is tudni kell, mondja Silisang. Egyébként szépen halad támogató tárgyának a stackelésével, egy kétharmada már megvan. Úgy akart mondani, hogy egy-kétharmada megvan, de hát ez úgy... Egy-két-há. Egy-két-há, és mindent látó őrszemet talált Kazikszabon a bokor, mert nem tudott Blankre érkezni. Végtelenül szomorú vagyok amúgy, hogy nem az, hogy nem lehetett büntetni Korkit, hanem ahogy te is kitértél rá, azért ő az, aki farmelőnnyel még rendelkezik az ösvényen. Nem is olyan rossz farmelőnnyel. Tehát Caps, illetve Broxa elmulasztottak egy ilyen lehetőséget. Ó, és Caitlyn bement vissza a torony alá, hiszen nem volt mellette Illiseng. Kell a manna, hogy betaláljanak a Cook. Ezért ott hagyta lövésztársát, aki egyébként növelni tudta farmelőnyét. Nem, csökkenteni. Uh-huh. Jó van, matekból más akkor nem vagyok este 11-kor túl jó. Alapjában jössel, de... Hát eddig 16-os volt a farm hátránya. Most, hogy betolja az ösvényt, valószínűleg ez a mennyiség maradni fog, csak annyi egyek lesznek, még le kell farmolni ott a, azt a pár millién torony alatt. Hát... Igen, 16, az megvan. Csak ez ugye, amikor 32 farmja volt Rekklesznek, szembetűnő volt, mert akkor duplázta. És 17, már csak azért se legyen igazunk. Jó van akkor. Mementó pedig készen áll egy Caps büntetésre. Egyébként a Fnaticnek és a Vitality-nek is ez az ellenorvossága, úgymond a középső ösvényes kivétele a játékból. Tisztukét jelen pillanatban nem lehetett büntetni, ugye egy Echo-ról beszélünk. Nagyon szépen helytált. Megnézzük, hogy Caps mennyire tudja magát megvédeni. Gálióval ezért minden lehetősége megvan erre, kapott egy kék erősítést is, hogy tovább tudjon maradni az ösvényen és tudja sanyargatni a minionokat. De valószínűleg Blank is ugyanezt az erősítést meg fogja kapni most Mementótól. És elkészültek az első félkész tárgyak már, Csákány van Rekklesznél, Gáen Karszájánál. Ragyogás az aratás mellé Blanknél, és fekete pecsétgyűrű. Capsnél? Meg mindenféle kristálya van. Igen. Mert szoktam mondani, Jewel Craftingolt. Kicsit fuchsos. Fuchsos, igen. Ó, most sikerült lekötni, ez nagy, nincs fekete bajzsod. De amúgy mindegy, a sebzés volt itt talán a fontosabb, hogy Rekklesz kapja a sebzést bőven, és ez látszik az életerején. Mondjuk valószínűleg idővel úgyis visszatölti ezt majd, hiszen Szafar a lábmunkával érkezett ki, és a Doran pajzsa is azért a passzív játékstílust megsegíti majd. Kérdés csak az, hogy 10. percnél járunk, és még semmi akció nem volt. Hol lesz akció? Ezt a sárkányt nem hiszem, hogy megpróbálják majd elhozni. Itt van akció, Mementó végső képesség, Gletscher Burton. Ott van, de megyek tovább Broxára, mert megtehetem, mert egy CC az nem CC, a Gálió vagy. Mintől kezdve volt lehetősége a hősies belépőt kihasználni és Broxához távolságot nyerni. Tökéletes. Távolabb is Jannának meg kell tisztulnia, mert Hillisang gyönyörűen követte le, és ott van Rekklesz fejlövése. Szajának pedig végső képessége, kellene bárkit megölni, de nem sikerül, mert Rekklesz kettős gyilkosságok hozzá el az alsó ösvényen egy csodálatos rajtaütéssel. Így, hogy Rocketnek az első próbálkozása nem sikerült, ellenben a Fnatic kettőből kettőt sikeresen elhozott, átvették az vezetést, és hallgassuk meg, hogy micsoda Rekklesz hype van, amit meg is érdemelt, de gyönyörűen került ki. A vissza nem húzott tollakat egyébként, Mementó bent van a bokorban, vigyázni kell rá. Torony fél életéről most ugri be Mementó, de kettő külön jelzőt kapott, Rekklesz nem sikerül a mélyfogyasztás, megkapta Morgan a fekete pajzsát, és ki is villan a kosáltalában az ütésből, így feleslegesen jött le Profit az alsó ösvényre. Szó ez viszont még feleslegesebben jött utána, mert majdnem itt hagyja azt a fogát, csápját,
és menekülnie kell Blanknek, de ott van Caps, és befejezi a null életerős Korkiz, aki túl mélyre ment, hogy befejezze Soest. Hát nagyon nem áll jó a színája a csapatharcokban a Rocketnek. Az biztos. Sem az elkapásokban. Igazság szerint ez most a saját túlvállalásuk volt. Az előző elkapást azt nem lehet annak nevezni, amit még ugye Reckless tudott elhozni gyilkosság formájában. De nézzük is inkább a visszajátszást. Talán itt kezdtél el kiabálni, hogy Reckless azért lassan ezt le fogja követni. Hillsong egyedül megy befelé. Egy lekötést le tud folytani azért egy másikkal is, és a Monsoon az valamilyen oknál fogva nem érkezik a Norskerentől, aki egyébként megtisztul, de ez már bőven kevés volt. A Monsoonnal ez könnyedebben tudta volna lereagálni a helyezkötés után amúgy. A tolvihar hiába érkezett ki, ott már mindegy volt, mert a helyezkötés után nem tudod a helyedet, a pozíciódat választani, tehát ott viszont tényleg a csapdába esel vissza. Itt Memento türelmesen várt, hogy fogjanak a minénök, és a beérkezésével azt is takarítani tudja. Ez szép és jó, kettő teleport, meg is indul azonnal, sőt az egyik már végbe is megy. Fel lehetett volna lökni Reckless, de ő kifelé villant. Itt kellett volna visszafordulni, de Soezre újra kezdeményezett a Rocket, és Profit ment befelé. Ez hiba, mivel szó ezt nem lehetett befejezni, szépen került ki egy rakétát, aztán Blanket helyez lehetett oly mértékben kötni, hogy még a csomaggal se ilyet túl ezt az egészet. Sötét lekötéssel utazott tovább. Azt láttad? Hát ez mondjuk. Ezek nagyon érdekesek egyébként, hogy elhasználod a távolságnyerő képességet, de ugyanúgy ott maradsz CC-ben. Az a baj, hogy rossz májú, de innentől kezdve így lehet is írni a Rocketnek a végrendeletét. Invito patronum? Invito patronum. Ezt a vegyes bűbát sem hallottam még. Hát ki a te patronusod? Hát Mementónak kéne lennie, de jelen pillanatban Brox-a lefél életelezi. Na ezt nagyon rosszkor kérdezik amúgy. Hogy vajon... vajon ki lehet-e hívni Reckless-éket? Illetve Caps-t és Reckless-t? Nem. Megvan a válasz. Hát ki lehet, csak lehet, hogy nagyon pomorú jársz. Mert hogy egyelőre mindenki rosszabbul teljesít. Mint Caps-nél is és Reckless-nél is. 3-0-ás Reckless két linje. 0-2-es 30 minus farmos Hikyu-nak a Xayah-ja. Lehet, hogy tényleg a Rocket is arra gondolt, hogy úgyse hozzá a Reckless a két lényt? Vagy... Inkább a vagy, szerintem. Mert eddig... Bár lehet, hogy a vagy. Ma már láttuk ezt a Xayah VS két lényt, és akkor is két lényt tudta ezt megnyerni, de ugye akkor is fölényesen tudta ezt megnyerni. Hát, de küzdj ember és bízva vízzel, meg soha ne adjon el a remény, meg ilyen... Fenkölt szavakat lehet Hikyuéknak sorolni, de... Mi van, Koaló levet itt? Aha. Megártotta. Tacos. Hús nélkül. Láthatjuk azért, hogy Norskernek megtisztulása hasznos. Csak akkor, hogyha nem egy Morganával szemben állsz. A sötét lekötés meg a végső képessége is CC-z, innentől kezdve el kell dönteni, hogy melyiket áldozott be, vagy melyikre használod ki a megtisztulást. És hát, mint láttuk, nem elég jelen pillanatban, hogyha mind a kettőt alkalmazni tudja rajtad Hillsong. Onnantól kezdve halott vagy, pláne, hogyha mögötte ott Reckless még szét is bombázza az arcocskádat azokkal a lövésekkel. Tiszteletre méltó amúgy Caps-nek az építkezése, ő igazán bevállalós. Ő nem tököl, ő kiosztja a sebzést, akkor is, ha a többiek nem képesek rá, és ha a világ csak rá számíthat, akkor ő bizony elpusztítja azt. Ez egy szupermenes volt. Nem, ez inkább olyan... Bosszúálló. Trópusi viharból a... Rekkenő! Rekkesz-reklenő? Amikor a világ már csak rá számíthatott, senki nem gondolta volna, hogy ez bekövetkezik. Hogy még megvette a... háromszor. Hogy megvette a kardot. És most, amikor a világ újra senkire nem számíthat. 3-1-ben. Itt van Reckless! És megmenti a fenetiket. Nincs sok mitől megmenteni, az első helyen vannak jelen pillanatban a tabellán, de azért az a pluszpont
és lelki nyugodalmat adhat nekik holnapra, hogy esetleg a Unicorns of Love-val kerülnének szembe, akkor nem verik meg őket a jólosok. Nem, egyébként nem velük fognak játszani. Fejlődés Blankre. Hát az még azért annyira nem fáj. És a háromság hatalmas Korki van kiűzve a saját ösvényéről. Ilyet is azért ritkán látni. De megtörtént. Legyen is uraim, megtörtént, ahogy Robika is becsapódott. Most kaptuk a hírt, hogy Robika meghalt, de újjá született, és egy tornyot is ledöntött. Igazi kaiju. Készülsz a mozi maratonra? Aha, a Gypsy Dangerre. Gondolod, benne lesz a második részben is? Az intro alapján igen. Kicsit tényleg? Felturbózták, de igen. Mondjuk én az oroszokét bírtam nagyon. Ezt az atomerőműves böszöm állatot a rövid hajú hölgyel, aki ja, da, megöljük, da! Nem. Na, még egy torony, mert kell a harmadik a nulla toronnyal szemben. És jelen pillanatban úgy érzem, hogy Janna elhozatala egy félre sikerült választás. Bármi jobb lett volna, egy Lulu is jobb lett volna jelen pillanatban, úgy gondolom, hogy Janna-nál kit akartak megállítani beérkezve, de most ha lehet komolyan. Kevsz, hogyha érkezik, akkor rád esik. Ha Soez érkezik, akkor vagy mögüled jött, vagy már úgyis tök mindegy, hogy te hol vagy, meg milyen monszont használsz. A többiek még nem fognak a közeledbe menni, tehát ha már észreveszed Broxát, akkor már az is tényleg teljesen túl késő, mert nem fogod elhasználni a monszont, mert össze fog csukni. Ja, valószínűleg ez egyébként Broxára érkezett. Annyira nagy sebzése egyik orgyilkosnak sincs jelenleg, hogy a pajzsos lövészt azonnal takarítsa. Hát a Rocketnak nem könnyű mérkőzései vannak amúgy. Tehát nekik nehéz lesz a rájátszásba való bejutás. Persze, csak hogy nehezebb is teszik, akkor mondjam, hogy sajnálom. Sajnálom egyébként, mert alapján véve a Rocket a tavalyi évhez képest jobban teljesít, és ez nem feltétlenül azért van, mert Betsy nincs ott. Hanem mert igenis jó játékosokat tudtak találni. Narskeren a maga tankosabb támogatóival remekül tud együttműködni a csapatával, de úgy néz ki, neki tényleg a tankosabb támogatókra van szükség. A Brown-mal úgy gondolom, hogy elképesztő jó szinergiában van, mint játékos és karakter. Hát Janna-val meg van. Pont. Megvanom, hogy az első vezérzászlónk a meccsen, a Profit fejezte ezt be. Ó, Memento, fekete pajzsba dobta azt a végső képességet. Micsoda! Hillsong reflex inkább. De azért ez kell reakcióidő. Sehol szerintem nem látta. Végig rajta volt az ujja amúgy. És így figyelte, hogy mikor és mi fog történni, és amint meglátta közeledni a fagyot, amint érezte bőrén, hogy közeleg a tél, már nyomta is a pajzsot. Jönnek a mások, ja nem, ez csak Memento volt. Nem tudom, szóval én még megittam volna három kakaót, míg el tudom nyomni a fekete pajzsot. Úgyhogy minden tiszteletem egyébként az itt játszó. Na látod, ez a baj, ezért csücsülsz aranyban, mert te kimész kakaót csinálni, miközben vagy a meccs. Ugye Morganában vagyok, meg is tehetem. Megnyomom a kút, betalált, sziasztok! Oldjátok meg! Profit viszont le van üldözve szó azáltal elég csúnyán. Mondhatni, hogy hát igen, tehát farm előnyt is beleszámolva, az a csogát, az igaz, nem rendelkezik egy plusz tárgyal úgy, mint Profit, de valószínűleg nem volt otthon vásárolni. De nem biztos, igen, ezt akartam, hogy mennyi pénzzel rendelkezik. Tehát most biztos, meglátjuk. Hogy összegyűlt nála elég sok. Lehet a vezérzászlót, egyből kettőt vesz, mert le van értékelve. Annyi biztos, hogy óriási előnye van a Fanatiknak, és még ezt a hegysárkányt is elhozhatják akár, mert útbe esik hazafelé, és ez ingyen jelző lesz a még nem hazatért Soeznek. Meg is van. Aha. Van, nem láttam, hanyadik volt, de szerintem már a hatodikon túl vagyunk. Hát méretéből adódóan szerintem is. Sokat nem szokták mondani, hogy a méret a lényeg. Ezt így ki kellett volna, hogy... Hoppá. Mellé őrszemezni. Van ez így. Nem megesik a legjobb csárdás. Bocs, srácok! Bocs! Talán a Norskeren vagy Janna-val, tehát így... Szegény nem találja lehetőségeket benne. Őrszemeztél support? Valahol van, ja. Hol? Ahol nem keresnék egyébként, ott van.
Ki ez a hülye, aki egyébként a hat kérdezett? Mindenki a bokorba nézi, teljesen jogos egyébként. Vezérzászlót azt azonnal befejezi, szó ez. Ja, azt nézd meg, Reckless mennyivel vezet. Most már farm előnyben. Hát... Bődületes, bődületes, közel 50-nel. Igen, eddig tudott volna Xayah kialakítani előnyt. Most már... Mint a nyúl. Ajaj, csapda készül. Rocketből 3 gárdatag bent áll a bokorba és várja a csodát. De ott csak egy őrszemet találtak. Oszkárem pedig feladta Hikyúval való közös ösvény fázisát, azt mondta, hogy nekem ebből több nem kell. Úgyhogy inkább áttért a Memento féle kezdeményezéshez. Tudod miért? Lehetetlen egyébként az, hogy Broxa van se toljon egy Xayah-t. Nem a tolvihar miatt, nem is Janna miatt, hanem egy puszta tolvaj surranó vásárlás miatt nem tudja őt befejezni. Eléggé gyorsan majd Kha'Zix. Lehet, hogy megöli, de nem olyan gyorsan, hogy ne kapjon reakciót. Hogy ne kapjon valamit az arcából, legalább Janától. Figyelj, Broxen otthon a fokozott tör, és valószínűleg nem megváltás fog belőle készülni. Ezt mondom, hogy de a Draktárnak a sebzését is visszavonja a tolvaj surranó. Elég lesz az, elég lesz, így nekem. Azonnal? Tehát ez ott az áramütéstől kezdve, minden benyott az arcába, meg ha egyszer beugrik, akkor miért ne ugorjon be még egyszer? Jó lesz a váltó is. Persze. Minion dematerializáló helyett toronytörő rúna, levegőben pedig Ornn, és be is kell villani a Monsoonban, de így a tornyot el fogja bükni. Nem, mert Norskeren az év játékosa, és nézd meg az a tornyot, mi mindent feláldoznak, még Hillsong tankolja is, csak hogy elhozzák. Nem számítottak Norskeren pajzsár, ugye, mert a tornyot is lehet erősíteni, védeni. Nagy mázlia van Profitnak amúgy, hogy Rihannásat játszhatott ott. Élá, élá. Elázott, igen. És így maradhatott életben csöpnyi élet erővel. A Draktár amúgy megvan, amit te vártál. Tehát akkor talán lehet elég sebzés Broxa Kha'Zix-ában. Annyira igazságtalannak tartom amúgy, hogy persze megvan etetve Reckless. Rengeteg farmot is kap, de egy tárgyal több van nála, mint Caps-nél. Egy teljes tárgyat azért nem az a feed tesz ki, amit megkapott. Egyszerűen az, hogy rendkívül orcsók ezek a tárgyak, a kritikus találati tárgyak, a statik és a gyors tüzelő, és mégis milyen remek kombójuk van. Bírom, amikor ott hagyják a AP sebzéssel rendelkező karakterek az egész vezérzászlót a fenébe. Hát könnyebb kitankolni. Igen, tehát így inkább üssél, de el nem hozlak, mert itt fogok meghalni vége gyengülésben. Néznek, végig kék őrszemekkel tarkítva egy egész láncolatban a Rocket Jungle-a, semmire nem tudnak mozogni. Egyedül a felső ösvényes jungle-ben van pár mindent, lát őrszem, de ahogy szerintem Hillsongik át fognak orientálódni erre a térfélre, ki fogják takarítani, és jön ott is egy vezérzászló a felső ösvényen, szó eznél. Hála Imhotepnek. Na, most már elárulhatod egyébként, hogy melyik csapatért mondtál Imet, bár szerintem sejtem, hogy a feletig nyer. Általában neked azért bejönnek ezek az imák, csak nekem nem. Egyébként igen, azért, hogy legalább az első helyezett csapat ne omoljon teljesen össze, ha már a múlt héten megtették. Vagy az is lehet, hogy füllentettem és a Rocketért imádkoztam, csak már nem merem bevallani. Vagy egy gyilkosságot legalább hozzanak el a mai meccsen? Hát figyelj, még a Fanatiknál sincsen sok gyilkosság, ha csak azt nézed, viszont amúgy a földbe döngölik a Rocketet, de ilyen passzív-agresszív módon. Hogy nem ölik meg őket, de azért úgy szanaszit döfködik a testüket. Ha, Csogát pedig megnézi Balonosot. Szia anya, te vagy az? Van vacsora? Nincs, akkor megeszlek. Rémálom már ez a Csogát amúgy. Igen, igen. És nagyon vicces, hogy mindenki, nem vicces, de 5-ből 4 csapattársnál van mindent látó Urszang jelen pillanatban Fnaticnél. Uralják az egész jungle-t, és ennek meg is van az eredménye, te is mondtad, egy gyilkosságokban nem bővelkedik a meccs. Ellenben célpont elhozatalokban, és kizavarásban, úgy mondom, hogy büszkék lehetnek a feletékesek magukra, mert hát közelében nem mernek menni a roketes játékosok jelen pillanatban, még a támogató játékoshoz sem. És ott van rajta az Iker árnyak, amivel lassítani fogja majd Hillsong azt a két játékost, akiket elkapnak a szellemek, ugye ezt a támogatói tárgyból, a jégkirály érintéséből vették át. Nagyon hiányzott a, úgymond a játék menetben egy ilyen lassító tárgy, aki
ami felderítésre is alkalmas, plusz egy csapatharcoknál is, egy nagyon vicces lehet, hogy jaj, el kéne menekülni Sion ultival, aha, persze, nem. Ó, gyors tezelő ágyú. Mind. IQ-nál, mind Blanknél. Kettő még mindig jobb, mint az egy. Már csak Mementónál kéne egy ilyen tárgy, és azt teljesen megőrültek. De legyen. Tehát így adom egyébként. Xayannál is. Milyen most még nem volt csapatharcunk, úgyhogy nem kérhetek sebzés kiosztást visszanézés csapatharcról. Közben mellé a lekötés, Mementó pedig nem, hogy nem bukik életerőt, még töltődött is neki. És még a csapdába is belenéz, mert a közelben tartózkodott. Szerintem Profit még az előző kép után, közben, vagy óta is üti azt a vezérzásos miniont. Nem, most már nem. Hát neki van Demeter az állója amúgy. Ó, és tényleg. Még micsoda egy. Meglátásunk. Fekete pecsétgyűrű Norskennen! Mi van veled? Jó, van egy pár választás, amit nem igazán értek. Ellenben adom. Jó. A fekete pecsétgyűrűnek a lényeg az, hogy támogatás vagy gyilkosságot szerez. Nem csak, az is, hogy felerősíti. Gyorsan akartam mondani. A potikat. Tehát a gyógyitalokat, mint felerősíti. Mondjuk ezek nincsenek, már Norskrennél, de az ösvény fázisban talán kellettek a folyamatosan betaláló lekötésekre. Uh-huh. Hát jó, én egy cipőt azért frekventáltabbnak éreznék, de ő tudja. Mondom, én a volleyball support az vagyok szokva, nem értek én ilyen zsarnát. Jó, persze ez csak vicc egyébként. Összempontokban nagyon vicces, hogy a Fnatic torony magasan vezet. Ez nem is meglepő, gondolom, hát uralják a jungle minden egyes szegletét. És kérdőjelek halmát látjuk a Rocket oldaláról. Shillisangot kergeti az egész Rocket gáta, és kivillanja, és visszaadja a pofon! Nesze neked Memento végső képesség, majd kapsz egy kút is az arcba. És még Shillisang támad vissza, mentek az ikerárnyakból származó szellemek. És milyen lassúak lettek így a játékosok, láttad? Hát igen, azért a fagyott föld az elég jó tud lenni így. Azon még Thalia is elcsúszik. Igen. Amit egyébként a runájának köszönhet Hillisong, bármilyen aktív tárgyas lassítás az hát nála hasznosabb, mint máson. Azért Memento annyira nem féli ezt az X-ot. Nem. De vajon féli-e a halált? Két szintet vár rá Brox-szal, tehát a Baronna sort azt talán gyilkosság nélkül is el tudja hozni a Fnatic, de ezt ők is jól tudják. Ehhez lehet kötni Mementót, viszlát Baronna sor, betalált a Q. Nem, még nem, de talán a kövivel majd a felbőszítést kivillanja Memento! Ó, de nincs meg a Baronna sor, és Mementónak meg kell halnia. Közben Caps és Illisang tartotta a frontvonalat, és nem volt elég Blankék sebzése arra, hogy bele tudjanak szólni bármibe. De úgy, hogy még gyilkosságot sem hoztak el, pedig ott voltak 4-2 emberre. Azt kell mondanom, hogy hát jó, hárman, mert Profit éppen az alsó ösvény tornyát püföli. Legalább egy tornyuk legyen a négy mellé. Ha már úgyis a Fnaticnél van a Baron Nash, és valószínűleg tornyokat fognak elhozni. Legalább ebben szépítsenek. Jézusom. Vérszomjas. Rek lesz. És a tárgya is. Igen. Halmazza az élvezeteket. Van túlgyógyítása vajon? Az látod, jó kérdés. Mert ha van, akkor ezt nevezik igazán genyó választásnak. És most nagyon szépen fogalmaztam. Nem overkill az? A túlgyógyítás meg a vérszomjas? Vérszomjas amúgy is ad egy plusz pajzsot a tovább gyógyításra. Igen, igen. Túl-túl gyógyítás? Túl-túl, igen. Túl-túl gyógyítás. Gyogyó. Fie, Hillisangnál nincs. Igazándiból ilyen lehetőség. Pajzsán kívül, mondjuk támogató játékosan nem is sűrű a gyógyítás képesség, ha csak nem vagy Nami. Na de mi a helyzet ezekkel a tornyokkal? Melyikekkel? Én nem látok már egyet. Igen, a T2-eseket rendre bedöntötte a Fnatic.
és amúgy a vezérzászlóval és a baronnal sorra, hát ezt Vígan meg is tehetik. Itt van például Broxa, ő az, aki a szélső ősvény tolja. És nézd meg azt a pajzsot, azonnal lerobbantja Ágyus Minion 2028. És a sebzése az még mindig ott van, bár most már legalább nem a tornyot püföli. Ez a legjobb ellenszer amúgy rá. És nézd a varázssebző Galio mekkora tép a tornyon. Undorító. Buci szavai lével, csak ő ezt Zoe-ra mondta, undorító ez a vezérzászló. És mindig nem lehet megölni. Tehát Profit vért izzad, miközben a középső ösvényen így, hogy nem volt ott, el tudtak hozni egy tornyot. Fű, ez a valamit kezdeni kéne, mert valami ellenszert ki kell rá találni, mert ez nagyon nem jó, gyerekek. És nézd meg, hogy ott is folyamatosan tudnak tolni három ösvényen egyfolytába. 1-3-1-es ösvénytolást láthatunk, és eredményes, mert egy inhibitor is bedölt már, és Brox a Profittal szeretett volna bunyózni, vagyis hát inkább Profit szeretett volna Broxával, de hát ez egy Kha'Zix elugrik, és ott de sem ez volt. Még így is úgy érzem, hogy csendes dominancia. Teljes értében. 5-0 van, de a Rocket hozzá se tud szólni a mérkőzéshez. Lassan a bázisokat is kiveszik alóluk. Ez a halálsikolyok némaságban, vagy valami hasonló módon. Nem lát semmit, csak így vége a mérkőzésnek körülbelül, és el nem készülni, hogy 5-0-ba fogunk egyébként véget érni, mert csak hozzák a minionokat majd a következő baronosor után, és így beterelik, menjetek a vezérzászlós minionok. Halálsikölyök némaságban egyébként egy nagyon jó filmcím is volna. Körülbelül hasonló szintre helyezném, mint a Vakasszony visszanéz kettőt. Igen, az a halálsikölyök cím Molban után volt, emlékszem. Ez már... Ó, hogy megállt a SOS szobor, feltartott a csápjaid, majd jön a Kozs is, és fel van a levegőben Kerbs, de nem igazán érzi meg. Attól függetlenül, hogy AP-sebzés és Galio azért tankról beszélgetünk. Úristen! Ott van Nessa neked vezérzászló minion erősítéssel. Mi kell még, ha van baronnas erősítésed meg egy ilyen csodálatos tárgyad? Igaz, most egy kicsit összébb ment a nyomtató minion, de a Hillsong Q betalált. Nemtől kezdve lehet menni rá, és a sebzés jó, Mementót be kell kebelezni! Ó, Jézus, szó ez! Mekkora házméretű állattá váltál te! Miből lesz a cserecsogát? És jön teleporttal vissza, Caps, tele mannával, tele életelővel, meg még egy Morellonom ikonnal is. Hát gyerekek, én azt mondom, hogy a Fnatic ezt rövidre húzza, 6-0-ás jelen pillanatban. A Rocket... Ne halljatok most már meg! Ott van a Q, betalált, megy is rá Kha'Zix, szép a sebzés, ott van 7-0. Még Reklex kap egy gyilkosságot, nagyon ezen mondom ki a nap végén már a nevét. Majd írunk, hogy változtasson meg, ott is egy Morgana Q, Nessa neked! Ott van Hikyu is, mehetsz előre! Vagy hát inkább vissza Blank, vissza vannak zavarva a bázisba, Memento felé lett, de minek? Itt van a tornyot, el kell hozni, villanunk, yeah. Felbőzítünk, összecsokunk! Ez egy Blank volt, ott meg egy tankos Szejuani lett volna. Norskeren, aki talán mondhatni, hogy egyedül volt fejben itt a Rocket oldalától. A Fnatic 10-0-ra lesöpörte az asztalt. Az egész surimai sivatag homokját kipuszulta ezen a mérkőzésen. Akkorát adott a Rocket arcába, hogy ezt szerintem nem rakják zsebre, és hiszen a milyen cuki fogszabályzója van. Ez egy új kellék, úgy lehet a fuxos lett a csávó. Csak rossz helyre rakták a fémet. Méltán örülhet a Fnatic gyönyörű játékkal. Mutatták meg, hogy miért ők az elsők. Nem volt sok gyilkosság a mérkőzésen, de olyan taktikai összemjátékot, helyezkedést, ösvénytolást, csapatharcokat láttunk, és igen, elmondhatjuk, most akkor magasztalom én is, Hillsongnak a Morgana-ja elképesztően jó, bevált, de én még mindig azt mondom egy kicsit, hogy az alsó ösvényen a Norskrenéknek valami másik támogatót kellett volna hozni, legyen az egy brand, legyen az bármi, csak ne Johnna egy Morganával szemben. Hát sajnos ez a választási tiltási fázisban is meglátszott. Jegyzeteltem egyébként, hogy ez a mérkőzés miért is alakulhatott így, és hogy Jézusom. Hogy is hozta ezt el a Fnatic. Nagyon röviden próbáltam összefoglalni. Azt hiszem, hogy teljes mértékben leírja a Fnatic győzelmét. Én itt egyébként zárom is el mondandómat. Hát szakmai jellemzést hallhattunk Darciktól, fele fizetését akkor mostantól hozzám küldjétek. Nem, egyébként teljesen helytálló. Úgy gondolom, hogy most ők is kiírhatják, amit Csacsi annó kiírta, hogy köszönjük a bemelegítő mérkőzéseket.
Ilyet nem írt ki Csacsi, amúgy. Ott van most a Instámon is. Mindegy. És hát nem nyilatkozta, bocsi. De akkor meg Jimmy volt. Whatever. A lényeg a lényegben, hogy a Fenetik megmutatta, hogy ilyen, hogyha az elsővel, első helyzettel állsz szemben, és erre számíthatok az elkövetkező 3 hétben, mert mi vagyunk a Fenetik, és megnyüleljük, és megint mi jutunk ki a VB-re. És egyébként én esküszöm ezek után a makrót is FNC-vel fogom írni. De hogy az airbag az omega cél közelében nem kerül, az is biztos. Klasszisokkal leiskolázta a Fanatik a Rocketet. Már megint a választásokban is, mert hogyha eddig azt mondtuk, hogy a középső ösvény fókusszal lehetett Caps és a Fanatikot kivenni a játékból, akkor egy Galióval ezt már önmagában counterhették is. Ezen kívül Reckless végre valára elhozta azt a két lényt, amivel írtózatosan domináns volt az ösvényfázisban, és szaraszét szedte ellenfelét. Szóval ez kapott egy biztonságos csogatot. Mi kell még? Hát ez a Galió. Ami nem engedte meg, hogy betolják a középső ösvényt, és nem engedte meg azt a luxus, hogy meg tudják fogni Capset. Így nem kellett babysittelni, és megállt a saját lábán is. Bár igazán Broxára sem volt nagyon szükség, ha bevalljuk őszintén. Tehát elég volt a Morgának írni. Nem, egyébként abszolút nem. Nagyon izgalmas első napot tudunk ezen a héten magunk mögött, főleg ami úgy gondolom az H2K meccset illeti. A papírforma az 5 meccsből 4-ben érvényesült. Igen. Ellenben a H2K-nek gratulálnunk kell, mert nagyon szép játékot mutattak a G2-val szemben. Így csak így tovább. Borult az egész tabella, úgyhogy majd holnap kivesézzük egyébként, hogy is akut, én nem, de ez nem baj. Szó szerint, úgyhogy sajnálom, hogy itt a kis kölcsön nem látszódik. Na szóval, igen, jövő héten, vagy jövő héten, holnap, mindjárt elköszönök és befejezem itt a hülye makogást. Jézusom, te hallottad? Nem, semmit. Na, szóval, van nekünk Discordunk, meg van Facebookunk, meg van Instagramunk, meg van idióta a streamkezelő kollégánk, akit így kitiltunk itt szavazás alapján, többet nem ülhet be a stúdióba. Kövessenetek itt is minket, nagyon szívesen várjuk a kérdéseket, kéréseket, óhajokat, sóhajokat. És holnap LCS, ugyanúgy, ahogy amerikai LCS is lesz, vasárnap szintén amerikai LCS, 9 órától ne felejtsétek el, valamint találkozhattok velem, Edivel és Bucival Debreceni Play IT-n, úgyhogy ott is várunk titeket szeretettel, de meccseket ne hagyjátok ki. Szerintem mára elköszönünk a stáb többi tagja nevében is. Jó pihenést kívánunk. Ő Darcig volt. Jó éjszakát.